gyakorlatilag kőkori hagyományokat őriz meg ez a jelenség. És ezzel találkozunk itt. Hogy kerül ez ide? Miért kerül ide? Miért van az, hogy a Meotiszban, amikor Hunor és Magor vadászik a csodaszarvasra, lőnek rá, de nem találják el? Ez nem csak a magyar eredetmondában van, ez megvan a kaukázusi oszéteknél, a Nart eposzban ugyanígy, de megvan a bronzkori Kobán kultúra ábrázolásán. Évezredek óta a különböző népcsoportok ugyanazt az utat választják vándorlásaik során, mondja Szabó Géza múzeológus. Gyakorlatilag ugyanaz a recept, hogy egy adott térségben éhínség, betegség, járvány, vagy háborús konfliktusok miatt megváltozik a szituáció, és onnan menekülni kell. Az a különbség korunk és a korábbi korok vándorlói között, hogy akkor a társadalmi piramis felső rétege indult el, s vitte magával a vagyont és az innovációt, amely megmozgatott fejlődési folyamatokat például Európában is. Számos kutatás és ásatás talált egymástól sok ezer kilométerre hasonló kulturális jelenségeket. Ma már a régészet messze nem arról szól, hogy találunk egy edényt vagy egy csontot, betesszük a vitrínbe, mint egy, hogy az milyen szép tárgy. Számunkra az igazi értéket az adja meg, hogy mennyi információt tudunk kiolvasni belőle. Ez a pár lelet jól lehet látni, hogy az egyik legfontosabb dolog egy meglehetősen rossz állapotban lévő, egy erősen széles terpesztésű lombár agancsú gímszarvas, amilyen gímszarvasok egyébként jellemzően ma is élnek a Dél-Dunántúlon, mint azt dr. Bozi Róbert állatorvos, archeozológus elmondta, amikor meghatározta a szarvaskoponyát. Ez a koponya jól látható, hogy több helyen megégett, éges nyomok figyelhetők meg rajta, tulajdonképpen ezért is esett szét annyira. De az is megfigyelhető, hogy pontosan a varatoknál választották le az arckoponyáról, és hosszabb ideig a felszínen lehetett. Tehát elképzelhető ezt, hogy ezt már házdíszként vagy valami egyéb módon hasznosították, és amikor eltemették, akkor nem csak edényeket tettek mellé, hanem orsógombokat, szövőszék nehezékeket, tehát, mint említettem, női attribútumokat is találtunk mellette. Hasonló leletekkel egyébként ebben az időszakban több lelőhelyen is találkoztunk, és pont ezek a hasonló jelenségek, hasonló kerámia típusok kapcsolják össze ezeket a szokásokat, és hogyha ezeket végigkövetjük a kerámia forma alapján, a szokások alapján, akkor vissza tudunk menni a Kaukázus, a sztyeppe területéig. Vissza tudunk menni azokra a területekre, ahonnan ezek a népek érkeztek, és azokat az útvonalakat is fel tudjuk tárni, amelyeken egészen a napjainkig újabb és újabb hullámai jönnek ezeknek a vándorlásoknak. Ez a lelet a szekszári alsóvárosi temető bővítésekor került a kutatók elé. 2013 nyarán kerültek elő a leletek, melyek közvetlenül kapcsolhatók ahhoz a népmozgáshoz, amelynek során a médiából ideköltöző szigunnák telepedtek le a Dunántúlon, akiket a rómaiak pannonoknak neveztek. A szekszárdi alsóvárosi temető ásatásánál talált szarvasagancs és tárgyak képezik a most csak virtuálisan látogatható hónapműtárgyasorozat decemberi darabját a Vosinszky-Mór megyei múzeumban.